Milyen legyen a menyasszonyi torta, a ruha, az asztali dekoráció? A házasodni készülőket számos dolog foglalkoztatja a nagy naphoz közeledvén. Ezen a hétvégén minden segítséget megkaptak az előkészületekhez, ugyanis esküvők kiállításra várták az érdeklődőket a Hotel Magyar Királyba. A sütemények iránt is érdeklődünk, a ruhám mondjuk már van, de tehát a kreatív dolgok is érdekelnek, ilyen meghívó, meg ilyenek, tehát virág, így összességében jó nagyon. Idén egyszerre két helyen is ötleteket gyűjthettek a menyasszonyok és hőlegények életük legfontosabb napjának megszervezéséhez. A Novotel Hotelben 45 kiállító igyekezett az érdeklődők kedvében járni. Nem csak menyasszonyi ruhakölcsönzők, fotósok, dekoratőrök versengtek a házasodni készülők kegyeiért, de a rendezvény és esküvő szervezők is. Azért a köztudatban, hogy ez egy úri luxus, ami nagyon sok plusz pénzt jelent, hiszen egy esküvő eleve egy nagy megterhelés anyagilag, de igazából egy esküvőszervező nem kér plusz költséget a pároktól, hanem a szolgáltatóitól kapja azt a redukált árat, mert hogy egy évben több esküvőt visz neki, így hát ugye ha többet vásárolsz valamiből, akkor engedményt kapsz. Évről évre egyre nagyobb érdeklődés övezi az esküvő kiállítást. A szervezők 8 éve igyekeznek azon, hogy egy-egy ilyen alkalommal a helybéli kereskedők lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutatkozzanak a látogatók előtt, de természetesen az újdonságok felé is nyitnak. Budapestről is érkezett egy újdonság és érdekesség, és nem azt mondtam, hogy lokálpatrióták vagyunk, de nem nagyon engedtünk be nagyon távoli vidékekről, hiszen igyekszünk az Alba esküvő oldalhoz híven csak Fehérvár, Fehér megyei területről a szakma kiválóságait begyűjteni, viszont angol úri szabóság az egy nagyon különlegesség, azonnal kaptam rajta, hogy akkor nektek itt a helyetek, úgyhogy ők itt vannak most. Aki kilátogatott az esküvő kiállítások egyikére, nem csak azért járt jól, mert hasznos tanácsokat kapott. A kiállítók jelentős kedvezményeket is biztosítanak számukra, akár a helyszínen megrendelt ruha vagy épp torta árából.